szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai állampolgársági eskü ünnepségünkön az ünnepelteket. Köszöntöm az őket elkísérő családtagokat, barátokat és minden kedves vendéget. Kedves ünnepeltek! Önök az egyszerűsített honosítási eljárási törvény alapján adtak be kérelmet a magyar állampolgárság megszerzése iránt. Kérelmükkel kapcsolatban döntés született, a Magyar Köztársaság elnöke mindannyiuk részére honosítási okiratot adott ki. A magyar állampolgársági törvény értelmében azonban a magyar állampolgárságot akkor szerzik meg, ha a város polgármestere előtt állampolgársági esküt tesznek. A köszöntőt követően Kőszegi Zoltán polgármester felkérte a honosítási eljárásban érintett személyeket, hogy mondják el a hivatalos esküszövegét. Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem, a Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek, alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom, hazámat erőmhöz mértem, megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. És mindenki lelkiismerete szerint Isten engem úgy segíjen. A legezett családnak kétszer kellett esküt tennie, ugyanis két kislányuk nevében is a szülők mondták el az esküszövegét. Majd ezt követően sor került a jegyzőkönyv aláírására. Volt valamikor egy régi világ, akkor élt apám, dédapám, nagyapám, tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit. Volt magyarnak lenni. Jött valamikor egy másik világ, jött az ötszemű rózsa, és jött a kormorán. Lett egy nagy család, lesz mit elmesélni. Volt valahol egy hely, hol jó volt magyarnak lenni. Én hiszem azt, hogy életük egyik legfelemelőbb és legszebb pillanata ez, és nagyon örülök annak, hogy ezt előttem, Dabasváros polgármestere előtt tették ezt az esküt, ezt a fogadalmat, itt ebben a városban, itt az ország szívében. Ugye azt nem mondhatjuk, hogy Magyarország vagy Kárpát-medence közepén vagyunk, majdnem ott vagyunk, de talán ennél fontosabb, hogy Kárpát-medencének is, és Magyarországnak is a szívében, hogyha ezt úgy megnézzük és elhelyezzük, akkor ezt nyugodtan mondhatjuk. És remélem, hogy ezt önök érzik is. Polgármester úr köszöntője után minden vendég ajándékcsomagot kapott, majd pezsgős kocintás következett. Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni, legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni. Legyen végre egy ország, hol a szavakat kimondhatják. Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját. Legyen végre sok ember, kik tudják, hol a mennyország. Az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország.